Gazdasági hírműsorunkat a Mérleget látják. A híreket követően az etikai bizottságok tevékenységéről tudósítunk. Műsorunk után tőzsdei információt hallhatnak. Michael Lake nagykövet, az Európai Bizottság magyarországi delegációjának vezetője érkezik a hétvégén Pécsre. A szakember tájékozódik a város és a megye Európai Uniós felkészültségéről. A program keretében találkozik a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja vezetőivel. A diplomata ellátogat az egyetemre is, ahol előadást tart. A Baranya megyei Területfejlesztési Tanács holnap délután ülésezik. Az eseményen tájékoztatót tartanak többek között az M6-os, M56-os autótak, Baranya megyei körzetében megvalósítható gazdaságfejlesztési programokról. A gazdaság élet szinterén a vállalkozások együttműködése a sikeresség érdekében etikus, korrekt magatartást követel meg. Amennyiben az elvégzett munka minősége elmarad a vártól, a vállalkozónak lehetősége nyílik eljárást indítani az úgynevezett etikai bizottságnál. A vállalkozókat a jogszabályok mellett morális követelmények is szabályozzák munkájuk minőségi szintjének teljesítésében. Az elvégzett munka után megjelenő hibák a vállalkozók között feszültséget, nézeteltérést váltanak ki. A Kereskedelmi és Iparkamara az erkölcsileg vitás ügyek gyors elintézése érdekében működteti az etikai bizottságot. Az etikai bizottság csak a cégek, illetve a vállalkozók egymás közötti vitáival foglalkozik. Arra egy külön szervezet van, a békéltető testület, amelyik a cég vagy vállalkozó, illetve a másik oldalon a fogyasztó vitáival foglalkozik. Az esetemben is volt egy olyan példa, hogy egy megrendelésnél a kivitelező nem igazán jó minőségű munkát végzett, így a bizottsághoz kellett fordulni, ahol a bizottság kivizsgálta a szakember által végzett munkát, egy pártatlan szakértőkből álló csoport, és megállapította a hiányosságokat, és igen sok munkával, de kiválóan elintézték a dolgot. Mi motiválta, hogy az etikai bizottsághoz fordult? Hát sokkal gyorsabb a kapcsolatfelvétel a kivitelezővel, végül is, mint vállalkozó, oda tartoznak a kamarához, és ezen belül tudták elintézni a problémát. Az etikai bizottság eljárási költséget nem számol fel, így a vállalkozók többsége a bírósági pereskedés helyett a rövidebb és gyorsabb kimenetelű ügyintézést választja. Ha valakinek pénzkövetelése van a másik félrel szemben, akkor ne forduljon a kamarai etikai bizottsághoz, annak a reményében legalábbis, hogy pénzhez jut. Ez egy erkölcsi megítélést hozó, döntéshozó szerv, ami hát a nyomását azzal gyakorolja a gazdaságért, hogy például nyilvánosságra hozza azokat a döntéseit, amelyek elmarasztalnak. Több jogot kellene biztosítani a bizottságnak, hogy hatékonyabban tudjon fellépni az olyan vállalkozók ellen, akik nem megfelelő minőséggel végzik a munkájukat. Üzleti életben rendkívül fontos a jó hírnév, és hogyha azt sérelem éri, jelen esetben igazságosan, akkor az bizony az üzletre, a gazdaságra keményen kiható döntést jelent. Bizony, akiket az etikai bizottság negatívan ítélt meg, tehát elmarasztalt, azok ezt nagyon sokszor fájlalják is, mert tudják, hogy ebből nagyon sokszor pénzzel kimutatható kár éri őket. Gazdasági hírműsorunkat a Mérleget látták. Kérdéseiket szerkesztőségünk képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk és nézzenek bennünket a hírórában a híradó után.
tévénézőket. A budapesti értéktőzsdén a szerdai nap folyamán további erőteljes emelkedés volt tapasztalható. A Bux Index 172 pontos emelkedés követően 7224 ponton fejezte be a kereskedést. A vezető papírok kivétel nélkül emelkedtek, a Richter, illetve a MOL 3,5%-ot, a MATÁV 2,2%-ot, az OTP pedig 2,7%-ot. Ez a MATÁV esetében 1460 forintos, a MOL esetében 5065, az OTP 11505, a Richternél 12050 forintos záróárnak felel meg. A nap folyamán publikálták a kedvező folyófizetési mérleget, illetve az ipari kibocsátási adatot, és ennek hatására jelentős optimizmus uralkodott a magyar tőzsdén. Ez mindez annak ellenére történt, hogy a nap elején még az európai tőzsdék enyhe pessimista hangulatban, inkább a negatív tartományban mozogtak, majd azt követően, ahogy az európai tőzsdék és az amerikai határidős piac is inkább pozitív hangulatot tükröződött, tovább folytatott a délután folyamán az emelkedés. A vezető papírok közül a Richter és az OTP kiemelkedő forgalmat bonyolított. A MATÁV is amúgy ugyanakkor árfolyam emelkedésben követte ezeket a papírokat. A nap nyertese egyértelműen a Panoplast volt, amely 5,5%-os emelkedést követően 4260 forinton fejezte be a kereskedést. A nap vesztese pedig a Synergon volt, amely 2,6%-os esés követően 2010 forinton fejezte be a kereskedést. A forgalom több mint 17,8 milliárd volt, ez egy közepes erős forgalomnak nevezhető. A külföldiek a blue chipek esetében, főleg az OTP és a Richternél megfigyelhető módon a vételi oldalon jelentek meg. A korábbi napokban jellemző vegyipari részvények emelkedése azonban megtorpant, mind a TVK-n, mind a Borsodkem esetében csak minimális emelkedés volt tapasztalható. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!